Sziasztok, ez itt a GameWave, én Benny vagyok, és ez itt ismét egy Forza Horizon 1-es videó. Ez eredetileg egy összefoglalásnak indult, tudjátok, hogy a csatornán a legtöbb olyan játék, amit végigjátszunk, ahhoz készítünk egy ilyen videót is, viszont rájöttünk, hogy ez a játék nem igazán a történetről szól, így most inkább egy kicsit a véleményemről szeretnék mesélni. A sztori az kb. Annyi, mint az összes többi Horizonban, megérkezünk a fesztiválra újoncként, ugye ebben az esetben Coloradóba, és egyre magasabb kategóriákban versenyezhetünk, majd kiállhatunk Darius Flint ellen, aki régóta a Horizon bajnoka, most viszont elvehetjük tőle ezt a címet. És ezt így egy sorban kb. 20 másodpercben el is meséltem. Ami viszont sokkal érdekesebb, hogy mennyire volt élvezhető ez a mai játékokkal szemben. Régóta téma ugyanis, már mi is egyébként több videót csináltunk arról, hogy milyen kihaltak vagy unalmasak a mai autós játékok, és itt főleg általában a Forzáról beszélünk, hogy mennyivel jobbak voltak ezek régen. De vajon tényleg jobbak voltak? Nagyon könnyen szidjuk a mai játékokat, és simán dobálozunk azzal, hogy mennyivel élettelibbek voltak a régi Forzák, de valójában szerintem senki nem ült le annyit játszani a Horizon 1-el vagy valamelyik régebbi címmel mostanában, hogy ezt úgy igazán őszintén mondhassa. Talán innen is jött ennek az egész sorozatnak az ötlete, hogy ha már folyton azt mondjuk, hogy jobbak a régi játékok, akkor miért nem azzal játszunk, hiszen a lehetőség adott. Én a sorozat elkészítéséhez nagyjából olyan 15-20 órát játszottam a játékkal, tehát a Horizon 1-el, és fontos elmondani, hogy ez nekem épp olyan friss élmény volt, mintha a Horizon 6-ot rakták volna elém, hiszen én régebben motorsportos voltam, a Horizonnál először a 3 demójával találkoztam. Ez a 20 óra egyébként bőven nem olyan sok, mint amennyit manapság a 4-be vagy az 5-be szoktunk ölni, de arra talán elég volt, hogy átadja a játék hangulatát, egyébként nagyon-nagyon remélem, hogy ezt a sorozattal is sikerült elérni. Tehát akkor most jobb volt vagy sem? Nos, röviden, az a helyzet, hogy nem volt jobb. Nagyon jó játék a Horizon 1, de sokkal hamarabb meg lehet unni, mint az 5-öt. Sokkal kevesebb benne a tartalom, sokkal kevesebb verseny és versenytípus van benne, és egyébként sokkal korlátozottabb az egész, hogy éppen melyik versenyen milyen autókat használhattok. Az 5-ben, főleg így az Event Labbal, konkrétan bármelyik versenyen bármelyik autóval mehettek, itt erre nem nagyon van lehetőség. És egyébként sokkal kevesebb a lehetőség a versenyzésen kívül is, ami megint csak talán az Event Labnak és az egyéb ilyen mindenféléknek a hiánya miatt van, valamint a tuningolás is nagyon gyenge ebben a játékban, finom hangolás például nincs is, és hát szoktuk mondani, hogy mennyire kevés ilyen külső opció van mostanában a Horizonokban, de az a helyzet, hogy itt a Horizon 1-ben még annyi sem volt szinte, egy-két japán autóra van body kit, és nagyjából ennyi. És egyébként, hogyha már az autóknál tartunk, abból is sokkal kevesebb van. Most a Horizon 5-ben már kb. 650 vagy még több autó van. Hát itt a Horizon 1-ben nem számoltam meg pontosan, és nem is tudom, de nyilván sokkal kevesebb. Ami pedig talán egyértelmű, és ezt végül is nem is várhatnánk el egy Xbox 360-ra tervezett játéktól, de a grafika is sokkal gyengébb. Ami viszont egészen jó, az az irányítás, ami sokkal jobb, mint egy mai Need for Speed, mondjuk azért még mindig nem jobb, mint a mai Forza, szóval azért azóta azzal is fejlődtek, de a Need for Speed-eket simán pipálja. De akkor mégis miért érzi mindenki azt, hogy jobb volt ez a játék, mint a Horizon 5? Hát szerintem simán azért, mert kisebb volt az elvárás. Sokkal kisebb volt az elvárás. Ma minden nap valami újabb technikai csodára ébredünk, és hetente mutatnak be egy olyan játékot, aminek egyre élethűbb a grafikája, egyre nagyobb a pályája, egyre valószínűbb a fizikája, és hasonlók. Mi pedig ezek után mindenből a legjobbat és a legtökéletesebbet akarjuk. Plusz valószínűleg az sem segít, hogy hihetetlenül sok inger ér minket, és már ez számít a normálisnak. Megnyitjuk az Instagramot, a TikTokot, a YouTube-on a shortsokat, és jön, jön, jön és jön a tartalom. Ha egy ideig ez lelassul, rögtön elkezdünk unatkozni. Éppen ezért rettentően nehéz ma játékot csinálni, nem elég az, hogy autókkal versenyzünk körbe-körbe, mert 10 perc után megunjuk. Folyamatosan kell valami frissítés, valami új dolog. Ehhez képest szerintem nem teljesít olyan nagyon rosszul a Horizon 5, kb. 100 óra után kezdik megunni egy kicsit az emberek, de van, aki még ennél is sokkal tovább nagyon tudja élvezni. És egyébként ezek után pedig ott vannak a kiegészítők, amik bár egy kicsit most lassan érkeztek, de azért azokkal is el lehet lenni egy ideig. A rallyt például mi a mai napig élvezzük, mondjuk még olyan nagyon sokat ezzel nem játszottunk. A Horizon 1 esetében szerintem sokkal kevesebb ember játszott vele 100 órát vagy annál többet, addigra pedig jött a 2, a 3 és így tovább, ezért sosem érezte őket senki unalmasnak, pedig lehet, hogyha abba is ilyen 2-300 órákat öltünk volna, akkor unalmasak lettek volna. Ki tudja. Persze ez most csak az én véleményem, és ezek nem tények, amiket mondtam. Így azért összefoglalva az egészet nem mondanám a Horizon 1-re, hogy egy unalmas játék, egyáltalán nem az, én tökre élveztem ennek a videónak a felvételét, vagy ennek a sorozatnak a felvételét.
Szóval szerintem mind a Horizon 1, mind a Horizon 5 nagyon jó játékok, és egyébként a közötte lévők is, főleg a maguk korszakukban voltak igazán kiemelkedőek, most mondjuk a Horizon 5-re lesz talán kevésbé mondható el, hiszen itt, ahogy mondtam, elég nehéz kiemelkedő játékokat készíteni, ott annó egy kicsit könnyebb volt 2012-ben, az pedig egyszerűen ma el kell fogadnunk, hogy egy idő után meg fogjuk unni ezeket a játékokat, és ilyenkor kell kipróbálni valami mást. Persze, ez most csak egy vélemény, és ezek egyáltalán nem tények, amiket mondtam. Írjátok le ti is, hogy mit gondoltok erről az egész témáról. A félreértések elkerülése véget pedig azért elmondanám, hogy tényleg nem a régi játékok vagy a Horizon 1 lealacsonyítása volt a cél. Mindentől függetlenül nagyon-nagyon élveztem a sorozat elkészítését, ahogy már mondtam, és volt egy nagyon jó hangulata annak, hogy kipróbáltam egy ilyen retro játékot, ténylegesen visszarepültem egy kicsit a régi időkbe, és ami például ott nagyon-nagyon érdekes, hogy a Horizon 5-ben annyira hozzá vagyunk szokva, hogy folyamatosan jó autókat látunk, itt valamiért a Horizon 1-ben, hogyha megláttam valami normálisabb, drágább autót, akkor olyan volt, mintha így élőben bukkantam volna rá valamire, amit egyszerűen nem értek, hogy miért van így, és miért nem lepődök meg akkor a Horizon 5-ben is egy jobb autón, de ez egyszerűen ezt az érzést váltotta ki belőlem, fogalmam sincs, hogy miért. És visszatérve arra, hogy néha ki kell próbálni valami mást, ebbe a valami másba szerintem bőven beletartoznak ezek a régi játékok, ezekkel is el lehet ilyenkor lenni egy ideig, és talán még jobb lesz utána visszatérni az új modern játékokhoz, és rájönni, hogy igazából ténylegesen mennyivel jobbak is azok, és egy kicsit tudjuk azokat értékelni, egy kicsit tudjuk értékelni, hogy mennyi bennük a tartalom, egy kicsit tudjuk értékelni, hogy mennyire jó a grafika, a hang és minden más. Úgyhogy szerintem egy ideig biztosan ti is ellennétek a Horizon 1-jel, és utána tényleg jó lenne visszatérni a Horizon 5-be. Ez egyébként velem éppen meg is történt, ugyanis amikor vettem fel ezt a Horizon 1 sorozatot, akkor én nagyon-nagyon sokáig nem játszottam a Horizon 5-tel, hiszen a videók fel voltak véve előre, és teljesen felesleges lett volna belépni. Amikor viszont kijött a Rally kiegészítő, és újra találkoztam a Horizon 5-tel, akkor nagyon meglepődtem, hogy mennyire durván éles a grafikája, és mennyire szép, tiszta az egész játék, pedig amikor sokat játszunk a játékkal, akkor nagyon csúnyának tudjuk látni, főleg a tájat, hiszen egy kothoz képest az nagyon csúnyán van kidolgozva, de ez talán annak is köszönhető, hogy egy autós játékban sokkal gyorsabban haladunk, mint a kodban, ahogy futnak a karakterek, így elvileg nem is kéne, hogy annyi időnk legyen szemlélni ezt az egészet, az Xboxnak pedig valahogy be kell töltenie, úgyhogy hát hogyha annyira nagyon éles lenne, akkor nem biztos, hogy nem gyulladna ki a lakás miatta. Szóval ez talán emiatt van, és tényleg egy 2012-es autós játékhoz képest meg ég és föld a különbség, nagyon durva a grafika. Én pedig nem állok meg itt, hiszen a Horizon 2-vel sem játszottam még soha, és azt is be kell pótolnom, így nem sokára abból is indul egy sorozat. Hogyha erről nem szeretnétek lemaradni, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, és akkor ugye látni fogjátok az értesítéseket, valamint lájkoljátok ezt a videót, hogyha tetszett, én nagyon remélem, hogy így volt, és hát akkor legközelebb találkozunk, addig is... Sziasztok!